2009 20-as tanév ünnepélyes megnyitóját. Külön köszöntjük Fülöp Róbert polgármester urat. Köszönjük a jelenlétében megtisztelt tanévnökök különbséget. Fogadják szeretettel tanévnikó műsorunkat. Füzetek, vállám egy pad és sok gyerek. Számok, betűk és dallamok, szervusz, iskola, itt vagyok. Kopog már a barna dió, véget ért a vakáció. Vidám ruhák, fénylő szemek, gyülekező gyereksereg, mint a fecskék messze délre, készülnek az új tanévre. Villanydrótjuk iskolapad, kedvük alap majd leszeket. Fiú, leány, csebek, csipog, csupa emlék, csupa titok, patakvize, erdő, zöldje, zsong szavukkal körbe-körbe, hozzám nyi napfény vaki. Elég lesz az új tavaszig, hogy se szél, se fagyos utak ne lopják el mosolyukat, s mindegyikük bátran szálljon át a betű óceánon. Mentovics Éva, leszben áll az új kaland, lám a cserfej gyerek had ünneplőben ballag. Hald a csengünk vigdalát, íme jött a nagy nap. Elsuhant a fényes nyár, nézd az ősz már intett, visszavár sok jó barát, osztályfőnök minket. Lesben áll az új kaland, színes, radír tábla, hunkorodó ötösök bújnak az irkákba. És ha fürgés sportosak leszünk majd az évben, ott ragyog a nyakunkban majd az arany érem. Gyere te is kispajtás, állj be közénk vígan, hidd el csodás lesz az év itt a mi sulinkban. Pap Robert, elsős vigasztaló, csak egy jó kis ceruza kell, egy füzetmegy vonalas, meg egy ügyes, apró kis kéz, gazdája szorgalmas. Megtanulja minden gyerek, hisz az írás nem titok. Csak egy kicsi gyakorlás kell, meglátjátok, menni fog. S úgy tekereg a sok betű, mint kígyó a papíron. Engedelmes társad lesz majd pár hét múlva az iron. Újjai úgy formázzák majd az át, a bét, meg a cét. Irigykedve bámul fentről, a nap, a hold, meg az ég. Egy feladatod van itt, egy feladatod, hogy velünk jóba légy, hogy érezd magad itt jól. Meglásd, mi remekül megveszünk, egy feladatod, légy mi. Fő feladatod, otthonod megtalál. Zsangó László elsős leszek, kopogtat a vadgesztenye, vége van a nyárnak, anyj mondja, ideje, hogy az isibe járjak. Kinőttem az óvit, igaz,
nagy legénykedtem, s a csengetűs iskolába megyek szeptemberben. Alanyos tanítónéni kézen fog, ne féljek, esztendőre a suliban várlak én is téged. Kovács Barbara, borzalmas dolog. Borzalmas dolog lehet az iskola. Be kell majd ülni egy kényelmetlen padba. Egész nap ülni kell, csöndben figyelni. Nem tudom, hogy fogom én ezt majd kibírni. Jutka azt mondta, ott nem szabad beszélni. Csak akkor, ha kérdez a tanítónéni. Akkor viszont fel kell állni, a táblához kimenni. De minek? Tudok én ülve is beszélni. Úgy hallottam, Dani mondta, én ezt nem láttam, 100 könyvet kell vinnem az iskolatáskámban, meg még füzetet is, legalább 20-at, az egész táskát vinni el a húzat. Szomszéd Laci ijeszgetett, majd fekete pontot kapsz, na és majd rajzol belőle bogarat. A fekete pont lesz a bogárnak a hasa, 6 kis vonal a lába, és büszkén viszem haza. Néha azt gondolom, az iskolában talán lesz valami jó is. Mondjuk néha napján például az, hogy tanulunk betűket, és majd én olvasom a kedvenc meséimet. De egy jót az iskoláról már most is lehet tudni. Soha többé nem kell majd délután aludni. És igaz, hogy nagyon jó volt az óvoda, emiatt mégiscsak jobb lesz az iskola. Egy feladatod van itt, egy feladatod, hogy velünk jóba légy, hogy érezd magad itt jól. Meglásd, mi remek üreg leszünk, egy feladatod, légy mi, fő feladatod, ott adod meg. Kovács Barbara, fontos dolgok. Mindenféle fontos dolgok jutnak az eszembe, hogy például az iskolában van-e medence, szünetben szabad-e felmászni a fája, és van-e gesztenye, fa beállni alája, ha csak kicsit esik a langyos nyári eső, vagy lesz mindenkinél az udvaron esély. Van-e ott kedves, ügyes dadus néni, aki majd segít a cipőben bekötni? A tanító néni szeret majd engem, ha jól tudom, a leckét beszélgat engem. Megfogja a kezem, ha sétálni megyünk, és az anyukám is eljöhet majd velünk. A tanító néni a zölébe ültet, ha nem tudok valamit, nagyon megdöntem, és ott is lesz szülinap, meg gyermeknapi móka. Lesz roti, süti, meg mindenféle torta. Mi vár rám az iskolában, úgy szeretném tudni, de legjobb volna mégis mindig itt maradni. Egy feladatod van itt, egy feladatod, hogy velünk jóba légy, hogy érezd magad itt jól. Meglásd, mi remek üreg leszünk, egy feladatod, légy mi, fő feladatod, ott adod megtalálni. Matos Maja, elsős leszek. Akár hiszed, akár nem, nagyon jó az én kedvem. Tudod, minek örülök? Iskolába kerülök. Szép volt a nyár, szép nagyon, sütéreztem abban. Játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam.
halacskákkal versengve úszkáltam a tengerbe. Homokvára összetört, a sárkányom elrepült. Nincs már minek maradnom, van helyette más dolgom. Nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás. Kezdődik a tanév. Jó a nyár, a strand, a játék, de már vár az iskola. Előkerül lassan újra táska, füzet, ceruza. Holnap újra korán kelek,
s annyi mindent tanulok. A bátyámmal együtt megyek, hisz már én is nagy vagyok. Beférek-e majd a padba, jön-e hozzánk új gyerek, milyen lesz a sok új tönköm, s már első nap felelek, milyen az új tanárnéni, vajon néha játszhatunk, de remélem, mesél is majd, ha kicsit elfáradunk. Újra ősz van, újra suli, újra eső, újra sár. Kelhetek már megint korán, nincs idő semmire már. Bányászhatom újra elő a polcról a könyveket, néhány héttel megtoldani a nyarat, miért nem lehet? Anya letiltja a gépet, este megint nincsenek. A mobilom lehalkítva, játék annyi, őrület. A húgom csak nyaggat majd, hogy segítsek a háziban. Apa szigorúan legyen, viselkedj jól, kisfiam. Szép a nyár, de végre már, hogy iskolába járhatok. Színezhetek virágokat, ha jót hajtogathatok. Megismerem a törteket, angolul megtanulok. Okos leszek, mint a bátyám, hisz már én is nagy vagyok. Minden órán jól figyelek, szót fogadok, ígérem. Én is jó tanuló leszek, pont úgy, mint a testvérem. Olvasok és írok sokat, gyöngyöt fűzök, rajzolok, verset mondok, s iskolakat is utok. Ezer évszám, kőzet hegyek, egyenletek, képletek. Semmi kedvem padban ülni, aludni még nem lehet. A húgom csak csacsog vígan, mi a bajom, nem érti. Tényleg sokat nőtt a nyáron, a polcot is feléri. Azért jó lesz beszélgetni a fiúkkal holnaptól. Zogya rám ért, érdekli, mit tudtam meg egy honlapról. Úgy hallom, lesz új osztálytárs, talán lány, ha jól tudom. Nem húzom tovább az időt, az évnyitót lájkolom. Hétnadrágot évente, nem is érted a sok ruhát, mértő kapja, s miért nem te. Kénytelen vagy megtanulni utólag a verseket, úgy is van rá elég idő, míg az ember sebreget. Szorzótáblát, memoriter, ezret meg is jegyezhetsz, amíg a gyerek alszik, ceruzákat hegyezhetsz. Rendet rakhat szekrényében, mivel arra képtelen, szobájában rendetlenség, mert az neki lételem. Táskáját, ha kiborítod, abban lesz, mint találni, almacsukka, csoki papír, spenészes szalámi. Ha versmondó versenyen van, ott izgulsz, mint közönség, s azt szeretnéd, hogy a végén őt győztesként köszöntsék. S ha mindez nem elég, a suliban végigülhet szülői több tucatot, s az összes jegyét megtudhatod, amit meg sem mutatott. Most pedig Fülöp Róbert polgármester úr köszönti az első osztályos tanulókat és szüleiket. Jó napot kívánok! Sok szeretettel üdvözlöm inkább az elsős diákokat, de a többi diákot is, a szülőket és a pedagógusokat is a mai nyitó alkalmából. A kormányzatunk az idei évben egy olyan döntést hozott, hogy minden kiskolás általános iskolába beiratkozó elsős tanulónak egy kis ajándékot adnánk át az első iskolai napon. Ezért vagyok én most itt, és ezért értem szót. Egy csomaggal készültünk, amelyben ugye a ingyenes tanszer mellett szeretnénk további segítséget nyújtani az elsősök családjainak. Egy kis füzet, ceruza és apró ilyen tanszer csomagot állítottunk össze pedagógusok segítségével, és ezzel szeretnénk segíteni a sikeres évkezdést. Én hiszem azt, hogy amit láttunk,
Zoltán, első osztályosok. Mikor először mennek iskolába, az első osztályos kisgyermekek, illatot hint az ősz minden virága, amerre lépnek, dalok csengenek. Mikor először mennek iskolába, szívükben bűvös áhítat terem, kitárul nékik a mesék világa, ahol betűk nyílnak, kékül tengeren. Mikor először mennek iskolába, nekik köszön a szeptemberi ég. Őket kíséri aranyfényben ázva, a szőlő fújt el terhes fenyigék. Mikor először mennek iskolába, a tücsök tűzás friss nótlábakat. Míg hevesebben szól a cikarája, megsimogatja hajukat a nap. Mikor először mennek iskolába, és izgalmukban körülünk meg el, a kicsineket féltő gonddal várja, a tanító, a gyengék szeretet. Mikor először mennek iskolába, a kerek földön öröm suhan át. Új világ küldik fiúra lányra, a reménység tűzre elsőre. Felkérem Kárász Péter igazgató urat, hogy mondja el évnyitó beszédét, és nyissa meg a tanévet. Sok szeretettel köszöntöm tanévnyitó ünnepségeink, kedves vendégeinket, tisztelt szülőket, kedves kollégáimat, kedves tanítványaimat. Ilyenkor, amikor egy szépen szervezett, tartalmas és kedves műsort látunk, érdemes elgondolkodni azon, hogy mi is a célunk az oktató-nevelő munka során. Biztosak lehetünk benne, hogy ez. Vagyis, hogy a tanulóink biztos fellépéssel tudják bizonyítani teljesítményképes tudásukat, bátran, magabiztosan jelenítsék meg azt, még akár nagyobb számú közönség előtt is, amit tudnak, saját tudásukra támaszkodva, és annak segítségével érjenek el újabb sikereket, minél jobban érvényesüljenek környezetükben. A fazekas iskola mindig is ezeket az elveket vallotta, és ezeket vallja most is. Erre készítjük föl diákjainkat, igyekszünk olyan környezetet teremteni, hogy tanulóink minél többször megtapasztalhassák ezt az élményt. Furcsa hangulata van az ős első napjának. Ilyenkor, mikor reggelente megtelnek a környező utcák iskolába jövő gyerekekkel, egyértelműen jelzi, hogy valami elmúlt. A sok élményt hozó, pihentető nyárnak vége. Következik a kötelesség, a munka, a tanulás. Várakozással terült akkor ez az időszak, hiszen ismét találkozunk az új osztálytársakkal, majd izgatottan meséljük a nyári élményeket, ugyanakkor új kihívások és új feladatok is várnak ránk. Újak a tankönyvek, némelyikünknek újak a tantárgyak. És ilyenkor szoktak érkezni az intézményekbe az új kollégák is. Az idei évben ketten is erősítik majd tantestületünket, Hegedűsné Solymosi Ildikó fizikát, matematikát, Kovács Lászlóné Zsuzsa néni pedig magyart fog tanítani a felső tagozatosoknak. Szeretettel köszöntjük őket nevelőtestületünkre. A hosszú nyári hetekben nem tételkedtek az iskola dolgozói. Több tantermünk, irodahelyiségünk megújult. Folytatódott a tavaly megkezdődött kazánházi rekonstrukció, új és biztonságos ablakszárnyak kerültek az emeleti folyosók végére. Több felszerelésünk és berendezésünk érkezett, egyébként felüzemelését és felszerelését kollégáink már megtették. Ezek közül csak az új tankonyhába kerülő számos iskolai berendezést és konyhai felszerelést említeném, amit nem sokára kipróbálhatok majd technikaórákon és szakon.
Várunk még új iskolabútorokat is, várhatóan ezek szállítással napokban megtörténnek. Örömmel mondhatom, minden készen áll az ökönömmentes tanévkezdésre. Köszönöm kollégáimnak, hogy megteremtették ezt a helyzetet. A nyár folyamán több sikeres táborunk is zajlott. A napközis tábor itt működött az iskolánkban, de itt működött a városi nyári napközis, Kunfehértos sporttáborunk volt, biztosítva ezzel közel 80 kisdiáknak azt, hogy a nyári időszakban is tartalmas, vidám szórakozással legyen rész. Külön figyelemmel és nagy szeretettel köszöntöm első osztályos tanulóink szüleit és magukat tanulóknak is. Köszönöm a bizalmukat, hogy ránk bízták gyermekét. Örülök, hogy vonzóan találták iskolánk által képviselt értékeket. Tudom, hogy az új környezet még furcsa is érezze. Azonban a tanítónő mosolya, meleg kézfogása jelzi, hogy jó helyre kerültek. Biztonságos, segítőkész környezetet fogtok találni. Még néhány nap, és ügyesen fogtok mozogni az iskola falaihoz. Aztán újabb néhány nap, és megismerkedhet a tudományok alapjaival. Én voltam már a tanterméitekben, tudom, hogy azokat szépen földíszítették a tanítónénik. Hol fogjátok érezni magatokat? Tisztelt szülők! Látható, hogy világunkban a társadalmunkat működtető alapértékek egyre inkább eltolódnak. Egyre szélesebb körben találkozhatunk szélsőséges nézetekkel is tettek. Gyermekeink jövőjével kapcsolatban azonosak a céljaink és feladataink. Kérem, segítség értékelhető munkának. Tájékozzatjanak, keressenek bennünket. Ígérem, hogy mindig segítségükre leszünk. Látogassák a szülői értekezleteket, a fogadóórákat, vegyenek aktívan részt a szülői munkaközösség munkájában. Közös a célunk és egy az akaratunk, kérünk, hogy fogadják el a partnerséget. Kedves diákeink! Az új tanév lehetőség. Lehetőség arra, hogy új álmainkat, terveinket megvalósítsuk. Lehetőség arra, hogy sikereket érjünk el, megmutathassuk egymásnak értékeinket, kipróbáljuk erőnket új helyzetben, új körülmények között. Ha ez így van, érdemes ezt komolyan venni. Azt kívánom, hogy gyarapítsátok az új tanévben sikereitek számát. Soha nem késő megváltozni. Aki erre szánta el magát, forduljon bizalommal kollégáinkhoz, pedagógusainkhoz, biztos vagyok benne, hogy segítséget fogtok. Fordítsátok saját hasznotokra ezt a lehetőséget. Eredményesség és a sikerérzése mindenkinek jár. Azt kívánom nektek, hogy az új tanévben minél többen tapasztaljátok ezt. Végezetül Norman Douglas angol író szavaival zárom gondolataim. Azt mondják, a tudás hatalom. A tudás nem csak hatalom, hanem jó szórakozás is. Szeretném, ha itten kitennék erre a tanévre. Ismeretszerzés lehet jó szórakozás, játék, és lehet élmény szerint. Ennek a gondolatnak a jegyében a 2019-es 20-as tanévet ezenre megnyitom.